Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége hagyományosan a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó ünnepségén adták át a kótadíjakat. Ebben az esztendőben kótadíjast vehetett Tatneifel Imre Karnagy zenetanár, a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. Karnagy, én nem folytatom, hiszen erről fogunk beszélgetni. Szervusz, én gratulálok minden zeneszerető és általában minden székesfehérvári polgár nevében. Köszönöm. Ezt a díjat 2004-ben alapították, és azt hiszem, hogy fajsúlyos elismerés, hiszen ha megnézzük a névsort, akkor kiderül, hogy tényleg az arra hivatottak vehetik át esztendőről esztendőre. Beszéljünk egy kicsit a zenetanárságodról, a Tilinkóról, az Albarédia vegyes karról, a színházról, egy kicsit mindenből javasolnám, hiszen azt hiszem, hogy ezek az ünnepi pillanatok mindig megerősítést hordoznak. Én így előjáróban hadd kérdezzem meg, hogy milyen gondolatokkal vetted azt a levelet, amiben értesítettek erről? Nagyon meglepett, mert az ember csak, ahogy mondják, húzza az igát, teszi-veszi a dolgát. És az, hogy ez közben esetleg mások is észreveszik, az magamtól nem jutna eszembe. Meglepődtem és örültem. Bizony, én azt gondolom, hogy pozitív megerősítést jelent, hiszen tudjuk, hogy a Pro Civitate díjad van, Fricsai díjad, és nem sorolom fel, mert nagyon hosszú lenne a sor, de azért ez mégis más, hiszen az Országos Szövetség elismerése. Kezdjük 1993-ban, amikor a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola igazgatója lettél, és egy kicsit még szőjük bele 96-ot, hiszen a Béketéri Általános Iskolával akkor fúzionáltatok. Az egy új dolog volt mindannyiunk számára, és azt hiszem, hogy neked is, pedagógusként is. Igen, mert az Énekzenei Általános Iskola az egy önálló iskolaként jött létre Kodály Zoltán erőteljes támogatásával, és ugye Mihály Jesztinéni és Kneifel Ferenc, aki a nagybátyám volt, harcos közreműködés eredményeképpen, de önálló iskolaként az országban az elsők között jött létre Kecskemét, Budapest után, és aztán az épület viszonyok, a lehetőségek Fehérváron úgy hozták, hogy tovább kellett lépni, vándorolni ennek az iskolának összesen 7-szer, és az egyik ilyen során tulajdonképpen előre menekülésféle mozzanat volt az, hogy a Béketéri iskolával összevonva egy olyan helyzetbe került az Énekzenei Általános Iskola, hogy egy általános antervű általános iskola és egy zenei tagozat összeolvadt. Hát azóta a feladataink azok bonyolultabbak és színesebbek, szépek, és tulajdonképpen nagyobb közösségnek adjuk, sugározzuk a zenét, ezt az iskolai közösséget értem ez alatt, de hát ettől összetettebb a helyzet, viszont a feladataink nem változnak, zenéhez közel hozni a gyerekeket, megtanítani őket rá, érteni, szeretni. Egy ilyen költözés, illetve egyesülés az új impulzusokat ad, ez egy folytatás, vagy újrakezdés is egyben? Egyszerre mindez, ebben a sorrend, ahogy szokták mondani, hiszen újabb lehetőségek nyitottak ki, egy új tantestület megismerése, és aztán a két tantestületnek az ötvözése, összehozása és az együtt folyó munka nagyon érdekes új kihívásokat jelent, és a feladatok, mint mondtam, színesebbeké, összetettebbeké váltak. Ugyanakkor nem szabadott lemondani az eredeti célról sem, hogy gyerekek sokaságával megszeretetni a zenét, annak a gyakorlását, tehát hogy ők maguk cselekedve éljék meg a zenét, vagyis ők maguk muzsikáljanak, énekeljenek, hangszeren játszanak, és ezzel a zenei neveléssel egyrészt zenei élményeket adni nekik, az őket hallgató közönségnek, és a zenei neveléssel sok mást jót tenni is velük, hiszen ezt tudjuk, hogy a zenei nevelés nem csak a rendkívül speciális helyzetben vagytok, Imi. Mégpedig azért mondom ezt, hiszen ott van az általános iskola, a gimnázium és az alapfokú művészeti iskola.
ez hármas egységet képez mindenképpen, íve van a történetnek, ugyanakkor a zenei nevelés alapjait a Kodály módszer mentén megtanulják a gyermekek, de korán sem biztos, hogy zenei pályát választanak. Tehát külön kell figyelni arra is, hogy akiben nincs akár elég tehetség, vagy elég akarat ahhoz, hogy a zenei pályán maradjon a későbbiekben, ő is megtalálja a neki való hivatást. Ugye ez különleges feladat. Ez így van, de szerencsére az alapító gondolkodó, tehát Kodály Zoltán sem úgy gondolta, hogy ezzel a fajta iskola típussal zenészeket nevelünk. És mi sem kezdettől fogva nem így gondoljuk, hanem zenével nevelünk. És ez nagyon sokféle embert eredményez, hogy így mondjam. Mi mindig is büszkék voltunk arra, hogy autóbuszsofőrök, boltéladók, polgármesterek, ebben a sorrendben szoktam mondani, kicsit talán ilyen pukkasztó módon, de szóval, hogy mindenféle ember, aki zenei nevelésben részesül, zenei műveltségre tesz szert, annak a lelke egy kicsit más, és ez egy más minőségű életet él. És ez nagyon szépen megfér egymás mellett, mármint azzal, hogyha valakiben olyan tehetséget fedezünk fel, ami továbbfejlesztésre és nagy-nagy lehetőségekre készteti, vagy jogosítja fel, azt eljutatjuk, azt a gyermeket eljutatjuk akár egy konzervatóriumba, akár az egyetemre, tehát a zeneakadémiára. Tehát a két dolog egymás mellett nagyon jól megfér. Tehát ez nagy kihívás mindenképpen, hiszen egyik oldalról a tehetséget gondozni kell nyilván, a zenei tehetséget és a másfajta tehetséget egyaránt. Az ami, az pedig egyenes folytatása ennek a történetnek. Igen, és hát nálunk ez volt egy nagy lépés, amik lettünk, tehát alapfokú művészeti iskola, akkor egyszerre mind a négy művészeti ágban indítottuk el a képzést, gondolva pont arra, hogy hát mindegyik gyereknek más a vágya, más szeret, másban tehetséges, és ezt ne zárjuk el ennek a lehetőséget tőlük, úgyhogy a tánc, mi nálunk ez a néptánc, a zene, a képzőművészet, ez mi nálunk a grafikafestészet és a drámajáték, tehát a színművészetnek ugye a csírája vagy a kezdeménye. Tehát mind a négy ágban képezünk gyerekeket, és azt lehet mondani, hogy nagyon népszerű, és sokan választják emiatt az iskolánkat. Jobb emberni válnak általa, ez nem vitás egy másodpercig sem. Felkészítitek-e kellően a gyermekeket, hogy nehogy csalódás érje őket a későbbiekben, a más típusú egyetemekre, főiskolákra. Ugye mondtad, hogy könyvtáros, illetve nem azt mondtad, boltos, polgármester, tehát ezt is meg kell tanulnotok, vagyis tanulniuk. Most ennek tükrében miként választasz magadnak az iskolába munkatársakat, pedagógusokat? Hiszen ez egy teljesen más szituáció. Igen. Hát az egyik fontos dolog, hogy abban egyetértsünk, hogy a gyermekközpontúság és az, hogy a gyerekeket szeretettel neveljük, ez nem azonos a lagymatagsággal. Míg ugye a következetesség nem azonos a katonás fegyelemmel. Tehát valahol úgy, hogy a gyerekek is érezzék ezt, hogy segítünk és szeretjük őket, mégis követelünk és következetesen haladunk. Valahol ezen az úton jár az iskola, és hogyha e mellé találunk munkatársakat, tanárokat, tanítókat, akkor ez nagyon jól működik, mint ahogy ez nagyon jól működik. Azért ezt tudom megerősíteni, hiszen a zene világnapján napról, vagyis évről évre láthatom, ugye ott vannak a töpörtjük, a legkisebbek kórusa, és így szépen felfelé, és most már beszélünk a kórusokról, a nagyocskák, és egészen az Alba Régia Vegyeskarig, ez egy sikersztori. Az Alba Régia Vegyeskar pedig városunk egyik, én azt mondom, hogy kiemelten szereplő, nagyszerű kórusa. Mennyit kell változni a karnagynak, hogy ez a szint megmaradjon, hiszen ezt számtalan kórusfesztivál is bizonyítja? Hát azt hiszem, abban nem szabad változnia, hogy a zenéből kell kiindulni. És hinni abban, bízni abban, hogyha a jó zenét jól adom át, jól tanítom meg, akkor az kortól független. A legkisebbek is megérzik, és a legidősebbek is örömmel énekelik és muzsikálják. A módszerek persze mások, alsó tagozatban, vagy egy felsőbben, pláne gimnáziumban, ugye, ahol azért ebben a korosztályban elég sok helyen ciki énekelni, verset mondani, táncolni.
de épp ezt figyeltem meg, hogy a mi gyermekeink szalagavatón ezt milyen természetesen teszik például 12-esként, tehát 18-19 évesként. Tehát ha időben, és ez megint egy kodályi gondolat, hogy ha időben elkezdik a művészettel barátkoztatni, ismertetni, és hagyni a művészetet a gyermekre, akkor ez egyáltalán nem furcsa számára, természetes közegben mozog benne, és a saját kifejező eszközeként éli meg. Ugye ezt tapasztalom én magam is, hiszen megszámálhatatlan koncert fűződik a nevetekhez, hát és természetesen siker. Tehát ha azt mondjuk, hogy muzikaszakra, zenevilágnapja, amiről esett szó, kórus találkozók sora, színház, Somorjai Ferenc hangversenybérlet sorozat, az Alba Régia Szimfonikus Zenekarral működtök együtt, az Éneklő Ifjúság. Hogyan lehet ezt úgy kordában tartani, hogy azért jusson idő mindenre, hiszen egy bizonyos szint felé alá már nem lehet neked sem menni. Hát tervezni kell, olyat kell kitűzni célul, amit teljesíthető. Másrészt pedig a zenei szempontokból nem szabad engedni. Tehát ez most így egyszerűen fog hangzani, csak a tiszta hang tiszta, csak a pontos ritmus pontos. De hát ennek a tanításakor nyilván sok energiával, dinamikával, és lehetőleg úgy, hogy lássák, érezzék, hogy hiszed és szereted azt, amit teszel. Tehát a példamutatással tudod magaddal vinni a legkisebbeket is, vagy a idősebbeket is. Most, hogy a kóruson valahogy kifürkészte ezt a kitüntetést, találtam az asztalomon egy üveg pezsgőt, ahol le vagyok fényképezve rajta éppen egy beintés pillanatában, úgyhogy a legidősebb barátaim a saját vegyeskarom nagy szeretettel meglepett így engem ezzel az ajándékkal. Én azt hiszem, hogy ez a titka a dolognak, hogy példát kell mutatni. Én nem tudok mást mondani, mint hogy nagyon szeretem a zenét, annak minden fajtáját, hallgatni és művelni is. Egy másik ajándékotról hadd dicsekedjek, vagy hadd számoljak be örömmel. Nagylányomtól karácsonyra egy hangverseny jegyet kaptam, vagy kaptunk a MÜPÁ-ba tegnap estére. De akkor még nem tudtuk, hogy itt lesz valami kóta ünnepség, és először nagyon megijedtünk, hogy egybeesik a kettő. De hát úgy jött ki, hogy 4 órakor volt a kóta ünnepség, és 3-4-8-kor pedig egy fantasztikus hangversenyen egy a fesztivál zenekart hallgattuk meg. Egy nagyon nehéz, de nagyon szép műsor. Tehát bevonultatok akkor lelked igen. Jobbik felével. Jó van ez így. Változnak az idők, tudjuk. Kellett-e kompromisszumot kötnöd mostanság? Folyamatosan kell kompromisszumot kötni. Én azt hiszem, hogy nagyon sok helyen hallottam, és ezzel mi is így vagyunk zenészek, hogy az írásbeliség, de általában ugye a Gutenberg galaxis az valahogy már csak ködfoltokban látszik. Tehát így a zenei írás, olvasás is nagy gondot okoz. Egyáltalán figyelni a kicsire, figyelni a finom mozgásra, a finoman változóra, vagy a dolgokat mélységükben megfigyelni, rögzíteni és visszaadni. Úgyhogy ennek a kihatása a zenei nevelésre is érződik. Nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy azok a gesztusok, azok a motivumok, amelyek régen megmaradtak a gyerekek fejében, most is megmaradjanak. Tehát egy zenetanár lehet most is maximalista? Hát ha az a maximalizmus, hogy egy szintet mindenáron el fogok érni, el szeretnék érni, és a gyerekek számára ez azt jelenti, hogy nagyon kell figyelni, és maximálisan teljesíteni azt, amit kérek, és ahogyan kérem, akkor örök maximalista leszek, ez biztos. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy szigorú vagy, vagy megengedő? Hát remélem, hogy mindkettő. Ezt szeretet vesz körül, azt én nagyon jól tudom, rajonganod érted a diákjaid. Nyilván nem azért, mert mindig szigorú vagy, amikor kell, és megengedő, amikor lehet. Igen, az tud bosszantani, hogyha lustaságból vagy figyelmetlenségből nem sikerül valami,
vagy amiatt nem sikerül valami, és lélektelenségből, közömbösségből, ezek tudnak bosszantani, de nem nyugszom bele, és szerencsére ilyen főnix madárféle lelkem lehet, nem tudom, nem voltam még soha pszichológusnál, csak megfigyelés, mert másnapra kihalszom az elkeseredettségemet is, és újra hiszek abban, hogy akkor majd most sikerülni fog, és újra megpróbálom, és újra. Sok ilyen van mostanában, de szerencsére sok tehetséges növendék is segít abban, hogy azért ne adjuk föl. No, akkor maradjunk a zenénél, Maxim együttes, majd Tilinkó. Ugye a Maximről kevesen tudnak már, hiszen ez nagyon-nagyon régen volt, viszont az adta az alapokat, a Tilinkó pedig idestova 41 esztendős, ugye? Most már 40, ha 8-ban vagyunk, akkor 42. 42. évében van a Tilinkó. Hát ez egy csoda csapat a tiétek. Polgár Zolival, Gyurival, Kneifel Gyurival, Juhász Balázzsal, és címbalom mögött, a fantasztikus címbalom mögött pedig Kneifel Imre. A fantasztikus címbalom mögött a Kneifel Imre. Nem a címbalom mögött, mert a fantasztikus Kneifel. A fantasztikus, jó. Igen. De ez így jó. Ez így jó. Igen, hát ez valóban az ifjú korom elejére nyúlik vissza. Nagyon lelkes, énekes és táncos voltam a gimnáziumban, de még általános iskolában is. És innen nőtt ki, ugye a Fejér megye népjegyüttesben táncoltam, aztán a zenakadémiai felvételének véget vetett, mert Budapestre jártam a Liszt Ferenc zeneművészet főiskolára, és akkor ott találtam rá a Mákvirág együttesre, aztán megbíztak azzal, hogy itt Fejérváron csináljak egy zenekart, mikor a Mákvirág elment, és tulajdonképpen a Mákvirágnak a utóda volt a Maxim együttes, de aztán hamar váltottunk, elég hamar Tilinkó együttes lett a neve. Így találtuk magunkat ott az Alba Réga Tánc együttesnél. Bejártátok a világot, Európa valamennyi országában, a világ majdnem valamennyi kontinensén, sikert sikerre halmoztatok. És még mindig ugyanúgy játszotok, mármint ugyanolyan jól, teszem hozzá villámgyorsan. Hát jó csapat annak vagytok. Idején nagyon sokat zenéltünk. Emlékszem egy olyan néhány hónapos felkészülés időre, amikor megígérték nekünk, hogy most fél évig nincs más dolgunk, csak fejlődni. Aztán egyszer csak jött a hír, hogy húha, megyünk Vorosilográdba, mégsem fél év múlva, hanem két hét múlva. És akkor volt egy olyan időszakunk, amikor a mai Ciszter gimnázium, akkor József Attila gimnázium pincehelyiségét el tudtam kérni az igazgatótól, és akkor minden áldott nap délután 5-től este 10-ig muzsikáltunk, és hasonló intenzív dolgokat értünk át a táncszázképző tanfolyamokon, meg az edzőtáborainkban. Tehát voltak olyan alámerüléseink, amikor aztán egy életre köteleződtünk a dologgal, rengeteget gyakoroltunk, és több hangszeren megtanultunk, de a legnagyobb rutint, tudást és muzsikáló kedvet a táncházak jelentették nekünk. Nyilvánvaló. És 42 esztendő múltán is ugyanolyan barátsággal néztek egymásra. Hullámvölgyek nyilván voltak, de hát hol nincsen, főleg négy férfi embernél. Mindenki megtalálta a hivatását, ugye azt tudjuk, és mégis együtt vagytok. Méghozzá annyira, én is éppen ezt figyeltem meg, hogy amikor találkozunk, mindig van mondani valónk egymásnak, és ez sokszor nem a népzene. Mert a népzenéről beszélni úgy, hát ha valami újdonság van, akkor igen, de egyébként azt inkább művelni kell. De hogy ha összegyűlünk négyen valahol, éppen egy színpadon figyeltem meg, hogy ott a műszak vette a dolgát, mi meg a színpad közepén álltunk egy kis kört alkotva, és beszélgettünk. Mert az egyiknek ez, másiknak az, hát ezekkor persze röpködnek a poénok, és ezeket nagyon szeretjük. Elég sok őrült van a zenekarban, mondhatnám, hogy mind a négyen, és ilyenkor hát a poénok nagyon-nagyon jól esnek, de így emberileg azt tart össze minket, hogy a zene az mindenünk, nekünk, akármilyen foglalkozást is. Hogyan műzünk tovább? Hiszen nagyon is jól tudom, hogy mindig terveket szősz, amelyeket aztán maximálisan meg is valósítasz. Hát a... Kezdjük az iskolával. Az iskola romállapotban van. Mikor kezdődik a felújítás? Egy igazgató ilyenkor azt hiszem, hogy az égre néz. Jó lenne, ha valaki meg tudná mondani, hogy mikor kezdődik. A tervek szerint 19-ben már
megújult iskola várja a gyerekeket, ami azt jelenti, hogy egyrészt a tetőt felújítják, és a tetőteret beépítik, tehát több tantermünk lesz. Ez egy óriási igényt elégít ki, mert alig férünk el tényleg. Ugye a művészeti iskolának számtalan olyan órája van, ahol kis csoportban, vagy akár kétszemélyes kapcsolatban folyik az óra. De hát a nyelv óráktól kezdve a felzárkóztatás, a fejlesztő pedagógusnak sincs helye. Tehát nagyon sok problémát megold ez. Az iskolának nincsen közösségi tere, most az is lesz. És hát kapunk egy új tánctermet, ahol végre korszerű körülmények között tudnak a gyerekek és megfelelő térben táncolni, gyakorolni. Úgyhogy nagyon nagy segítség lesz. Még az iskola udvarának a méretét, meg a környékét kellene kultúrábbá tenni. Ez ügyben már elkezdtük a harcot. Hát ezek a közvetlen, közeli feladatok. Igen, hát a vegyeskar nyilván folyamatosan működik, újabb és újabb feladatok. Ugye hát itt most új környezet lesz, hiszen a zenekarban is változások voltak. Elbúcsúztunk Raos Béla barátunktól, új művészek, új koncepciók, amelyekhez alkalmazkodnunk kell, új művek valószínűleg. És hát már most tudjuk, hogy mi minden vár ránk, egészen a karácsonyi hangversenyig majd. A halottak napi hangverseny, húsvéti hangverseny, Harmonia Albensis, Muzika Sacra, tehát tudjuk, hogy mi minden van, meg a saját terveink. Mit illendő ilyenkor kívánni? Hát, hogy maradjon meg a lendületünk, a jó szándékunk, és ehhez a körülmények is fejlődjenek úgy, hogy jó legyen. Én már az édesanyámtól is hallottam nagyon-nagyon régen, hogy nincs egyetlen hangversenyterem a városban, aminek jó akusztikája lenne. Ugye tudjuk, hogy a táncháznak jó az akusztikája, de ez egy olyan dolog, mint a legri borozó, ahol ilyen sört mérnek, tehát a táncház, aminek kiváló akusztikája van, az táncház. Igen. Hangversenyterem a templomokban nagyon jó énekelni, ott nagyon szépen szól az ének, de nincs hangversenyterem. Hát akkor kívánok egy hangversenytermet. Nagyon-nagyon. Reméljük, hogy a városvezetés is meghallja, és akkor nagy bajunk már nem lehet. És köszönöm szépen, még egyszer gratulálok. Köszönöm hogy itt voltál velünk. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Kneifel Imre volt, aki a Magyar Kultúra napja előtt a Kóta díjat vehetett át mindannyiunk örömére. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!